az új dalunknak Start Over a címe. Témáját az egy utazás ihlette bennem. Berlinben jártam még tavasszal, és én nem éltem soha így huzamosabb ideig külföldön, sőt úgy összességében is viszonylag kevés helyen jártam még. És itt gondolkoztam el először azon, hogy mi lenne akkor, hogyha nem Budapesten élnék, hanem akár külföldön. Ennek a dilemmáját próbáltam meg megírni a dalszövegben. Szokták ezt mondani zenekarok, hogy ez a külföld felé menés, hogy ez ilyen nagy álom. De Flanger Kids most itthon nagyon jó helyzetben van, azt érezzük, hogy ilyen apránként, de építkezik. Csomó olyan fesztiválon voltunk, amire előtte való nyáron csak elmondtunk. Én mindig meglepődöm egyébként, hogy emberek jönnek a koncertekre, és hogy miattunk jönnek. A videóklipünkben is megjelenik néhány olyan elem, ami így ehhez a témához kapcsolódik, például bőröndök, vagy sokféle ilyen repülő dolog volt. A hármas határhegyi repülőtéren forgattunk, és ott volt éppen ilyen sárkányrepülőzés is, meg fecskék repdestek, ezeket is beleszőtte a klipbe a rendezőnk, Regős Ábel. Én nagyon sok képet készített Ábel, több ezret talán, és akkor abból 1500 került a válogatásra, és ezeket kinyomtatta egy régi nyomtatóval. Majd visszafotózta, de még mielőtt visszafotózta, rá is rajzolt, és nagyon jó, mert a szám alapból vannak benne ilyen perkusszív elemek, amiket így most kezdtünk igazából használni, és a groove is nagyon szaggatott helyenként, és pont jól áll ennek a szaggatott groove-nak ez az ilyen stop motion-os képi világ. Ábel díszletkölcsönzőből hozott mindenféle érdekes dolgokat, például egy ilyen hatalmas sziklát, ami hungarocel habból volt. De mikor ezt így vittük ott a rét közepén, akkor azért néztek furcsán az emberek, hogy mennyire erős lányok vagy fiúk. Ez a szám egy nagyon-nagyon érdekes szintivel kezdődött, a Bukla Ízel nevű szintivel, ami egy nagyon nemevilági hangzású szinti, és akkor ezt fagyasztottuk ki, ezt a szintisávot, és daraboltuk össze. De valahogy az egész hangzása miatt most elektronikusabb. Az új EP-n 3 dal lesz rajta, és szerintem zeneileg eléggé hasonló a világ. A számok témája, meg a másik két szám is nekem személyesebb. Nehezebb időszak volt, hogy egy ilyen alkotói válságféleségen is átmentem, szóval ez az így elég meghatározó volt ezeknél a daloknál. A teljes EP Slowly címmel ez novemberben fog megjelenni, és legközelebb élőben pedig október 23-án lépünk fel a Magyar Zeneházában. Dolgozunk még egy lemezen, egy albumon, amin legalább 6 számot, amire legalább 6 számot szeretnénk felrakni, és aztán ki tudja, lehet, hogy még több is lesz belőle, és ezen dolgozunk most nagy erőkkel.